hogy láttad ezt a mai meccset. Hát, csak nagyon sima lett mi részünkről. Igen, a végére elég nagy különbség alakult ki. Azért az eredmény kicsit, én úgy gondolom, hogy csalóka. A mérkőzés elején nagyon jól sikerült megvalósítani azokat a dolgokat, amit eltelt azt, illetve amit gyakoroltunk egész héten. Itt úgy érzem, kicsit így az Egerszeg elbizonytalanodott hazai pályán, pedig megtaláltuk a ritmust és végig kontrolláltuk a mérkőzést. A végén már egy-két extra dobás is bement, de hát ez ilyenkor így szokott lenni. De én úgy gondolom, hogy azért az Alegerszegen nem sok csapat fog nyerni, úgyhogy ez nekünk egy hatalmas eredmény, és a következő mérkőzésen is ugyanilyen elszántság és ilyen játékkal kell játszanunk, és akkor a másik mérkőzés ütődik. Köszönöm szépen! Hagyjunk a másik játékosnál, Ákos. Hát lesz ennél jobb is, gondolom. Nagyon reméljük. Pontosan, ahogy Krisztián mondta, amit ők elterveztek, az látható sikerült, amit mi elterveztünk, az nem nagyon. Sokkal lassabban, fásultabban mozogtunk, mint ők. Igazából ez fejben kereshető. Beszéltük róla, hogy mindenkinek elsősorban magában meg kell keresni, mit tehetett volna többet. Én is úgy érzem, kicsit túlza a különbség, de ahogy a Krisztián is mondta, tehát ilyenkor már kialakul egy ekkora különbség. Az extra dobások is beakadtak. Tanulunk belőle. Tehát egyszerűen hol vannak az előnyök, hol gyorsabban kell passzolni, gyorsabban kell mozogni, gyorsabban kell döntést hozni. És hát védekezésben pedig akarni kell, mert az első fél időben egyszerűen én azt mondom, hogy kisebb volt a kaparás. Tehát ott azért látszott, hogy megpróbáltunk visszajönni, nyilván nagyon sok energiánkkal is ment rá. Ezt mindenképp szeretném megemlíteni, hogy a közönségünknek nagyon hálásak vagyunk csapatszinten, mert az utolsó percén, amikor már nagy különbség is volt, mellettünk álltak, és szeretném meghálálni ezt a bizalmat. Gábor, így képzelted ezt a mai napot? Hát most az ügynek azt mondom, hogy így, hiszen abban bíztunk, hogy tudunk nyerni, de álmomban csak abban jutunk, hogy ilyen arányú lesz a győzelmünk. Bár azt mondom, hogy megérdemeltük, de valóban nincs ennyi különbség a két csapat közt, ezt el kell, hogy ismerjem. Igazából azt próbáltuk meglovagolni, ismertük az ETN-nek a támadási stratégiát, a stílusát, és megpróbáltuk azt kihasználni, hogy ugye később álltak össze, későn találtak meg az egyik fontos szereplőt, a Volgot, a csapatukhoz. Azt gondolom, hogy azokat a taktikai elemeket a védekezésben, amiket mi elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani kiválóan, ez az első fél időben 21 pontot kaptunk. A második fél időben pedig valóban, hát ilyenkor az, hogy lenni szokott, az egyik csapatnak minden sikerül, a másiknak semmi, tehát ezért lett ekkora a különbség, azonban azt mindenképp meg kell említenem. Ezt is köszönöm a mi szurkolóinknak, hogy ilyen szép számmal eljöttek Zalaegerszegre, illetve az ETL tábort is, az ETL közösséget meg, hogy említsem, hogy ugye nem olyan hosszabb pályafutásom eddig, de nem igen találkoztam olyan szurkoltáborral, ahol 30 pontos különbségnél is sportszerűen és óriási hangerővel buzdították a csapatot, úgyhogy minden elismerésem a szurkolóknak is. További sok sikert kívánok az ETL-nek és az én csapatomnak is. Köszönöm szépen. Tamás, említetted melebevezetőben is, hogy még azért sok munka áll rátok, hát ez most látszik. Először is gratulálok a Kecskemétnek, mert ez a mérkőzés sajnos az eltervezett szándékunkkal ellentétben róluk szólt, és nem rólunk. Abszolút megjelent a győzelmük. Én azt gondolom, hogy én arányban is, mert ma egyre is jobbak voltak. Egyrészt mert az eleményhez ezt mutatta, másrészt pedig, mert sokkal összeszokottabban, jobban, jobb ritmusban játszott az mi. Különösen az első fél időben, de ugye már a harmadik negyedben megpróbáltunk néhány dolgot, amikor faragtunk a hátrányunkból, de igazából nem voltunk átütőek. És ugye ebben a periódusban is volt a Kecskemétben mindig egy-egy ember, aki ha üresen maradt, akkor jó célzott, vagy jó döntést hozott. Ma szerintem nem volt gyenge pontjuk, nekünk több is. Nem nagyon találtak a ritmusunkat, nagyon jól lezárták azokat a területeket, amit meg szerettünk volna játszani. Amikor változtattunk, akkor arra is jól reagáltak, úgyhogy ma jobbak voltak, tehát ezt meg el kell ismerni. Nyilván meg kell néznünk ezt a meccset, és sok dolgokban változtatnunk kell. Mint az Ákos mondta, én is azt gondolom, hogy ezt is kértem a srácoktól, hogy akkor tudunk javulni, és akkor tudunk
tanulni az ilyen dolgokból, hogyha mindenki saját dolgaival foglalkozik, behibázott minden, van többet nyilván az edzővel együtt. Végül pedig, bár mindannyian megemlítették, én nekem is meg kell említsem a szurkolóinkat, hiszen tényleg 30 pontnál is mellettünk álltak. Én nagyon bízom benne, illetve nem is nagyon bízom benne, én biztos vagyok benne, hogy ez a bizalom, ez értetni fog minket, és meg fogjuk ezt hálálni. Mai meccsen már nem tudunk mit kezdeni, örök kell néznünk, és mint ahogy mondtam, tanulnunk kell. Össze kell szoknunk, az látszik, hogy nagyon sok olyan problémánk volt, ami olyan nagyon sok olyan szituáció volt, amit nem tudtunk jól megoldani. Úgyhogy van feladatunk bőven.